Sajnálom, hogy nem sikerült győzelemmel kezdeni a bajnokságot. Mondhatom azt, hogy a kezünkben volt a mérkőzés, ugye több mint 20 ponttal vezettünk. Most egy ilyen gond a csapatnál az elmúlt években, hogy rendre, mikor nagy erőny van, akkor nem tudjuk ezt megtartani. Tényleg 15 percig jól játszottunk, abszolút mi irányítottuk a mérkőzést, jól működött az egész pályás letámadás, a vérekezésünk, rengeteg üres gólt dobtunk, visszajöttek a mérkőzésbe, ugye 8 pont volt a félidő. A harmadik negyedben ugye nem kezdtük jól, és igazából utána egy ilyen fejfej melletti mérkőzés volt. A végén szerencsé volt, hogy egyáltalán döntetlenre tudtunk menteni a mérkőzést, és a hosszabbításra pedig a Paks abszolút megérdemelte a győzelmet. Azért látszik, hogy még bőven van munka a csapatnál. Ugye olyan sokat nem tudtunk együtt készülni, amennyit kellett volna és amit szerettünk volna. Úgyhogy az első egy-két hónap az biztos, hogy rá fog menni arra, hogy összeszokjunk. Azért remélem, hogy ez már a mérkőzéseken azért pozitívan fog meglátszódni. Úgyhogy most mindjárt itt a következő feladat hazai pályán az Oroszlány ellen, hogy ők egy győztes mérkőzésből jönnek. Nagyobb bizalommal ebbe biztos vagyok. Jó hangulatú mérkőzés lesz ez az első hazai bajnoki, biztos, hogy sokan fognak jönni Oroszlányból is. Szerintem a mi közönség is oda fogja tenni magát, hogy egy igazi rangadó lesz, és nyilván egy célunk van, mint az, hogy hazai pályán győzelemmel kezdeni a bajnokságot. Nyilván itt az első pár fordulóban ugye csapatok ismerkednek egymással, úgyhogy, de ettől függetlenül mondom, hazai pályán nem lehet más cél, mint az, hogy győzelem.